A Kihalk utcán felhőszakadásban fut a sáros úton. A paplakhoz érve látja, hogy a kosár fölé valaki egy ernyőt tett. Felkapja a kosarat, és az ernyővel együtt beviszi a házba. A harangozó egy létrán áll. Zsófi! Zsófi! Hol vagy, hé? Gondolj, uram! Gondolj, uram! Hová lett ez az asszony? Zsófi! Gondolj, uram! A pap az ernyővel siet be a szomszéd udvarára. Nem látta, ki jött be az udvaromba? Kit kellett volna látnom? Ki ezt az ernyőt a kosárra borította? Ez? Ilyen nincs senkinek, Glogován. Megriadt lovakkal egy hintó vágtat keresztül a téren. Gyuri rohan a fogat felé. A tér közepén sikerül elkapnia a lovak szíját, és megállítja a kocsit. Az ülésen egy rémült nő és Veronika ülne. A tömeg bámulja az eseményt. Fogják a lovakat! Oda megy a kocsiban ülőkhöz. Hölgyeim, remélem épségben vannak. Merci, monsieur. Semmi bajom, csak nagyon dobog a szívem. Veronika szeme megakad a csinos férfin. Gyuri már menne. Engedje meg, hogy meg... Nincs mit. Ott hagyja a kocsit. Bocsánat. És visszaszalad a bolthoz. Vincni asszony! Vincni asszony! Un drôle de chevalier. Nem szeretsz ilyet. Ce n'est pas un charmeur. Gyuri álmában vagyunk. A szakálla Szent Péter jelenik meg Glóriával a feje körül. Mi csoda? Egy nyilatkozatot, hogy az ernyő nem az enyém. Egy üres vendéglő asztalához ül, amin egy kancsó bor és egy pohár áll. Gyuri hálóruhában oda megy az asztalhoz. Ön nyilatkozatot? Én. A szakállas bort tölt magának. Szent Péter vagyok. Örvendek. Vibra. Mi? Tudom, öcsém, tudom. Iszik a pohárból. Szóval én szívesen aláírok egy nyilatkozatot, miszerint sohasem jártam Glogován, és a piros esernyőhöz semmi. Egy papírt vesz elő a botjából. Az csak is és egyedül a tiéd. Gyuri is fent van a harangtoronyban, onnan néz ki a távolba, egy távcsövet vesz elő. A jegyző lép mellé, lent sok falusi gyűlt össze a harangszóra. A madámnak beszél a házvezetőnő. Nem tudott vigyázni rá! Jaj, szenten, kis galambot! Azóta tán már Szent Péter be is bocsátotta őt a kapu. A falu már összeszaladott. Te őt látod? A távcsővel néz a távolba. Nem lát. Ott van! Él! Fut! Fut, akkor biztosan. És ha fut, akkor fuss te is! Gyuri vidám arccal hagyja ott a jegyzőt. Jó. Abba a tyattyakba. Veronika egy füves mezőn szalad, a távolba néz.